Sziasztok! Régen nem volt videó ezen a csatornán, de ez nem azt jelenti, hogy eltűntem volna, hanem éppen ellenkezőleg rengeteg dolgom volt az elmúlt néhány hónapban, hozzáteszem, szerencsére. Jöjjön most ezekből egy gyors összefoglaló, három dolgot szeretnék kiemelni. Kezdjük rögtön a Szertár podcast ami hál' Istennek egyre népszerűbb. Ezt Habci, alias Habtrich barátommal csináljuk közösen. Hétről hétre kutatókat hívunk meg, hogy az általuk képviselt tudományterületről vagy műszaki ismeretekről beszélgessünk, és belemerüljünk tényleg a legmélyébe. Ezekben az adásokban szó van agykutatástól a kiberbiztonságon keresztül egészen az űriparig rengeteg mindenről. Ráadásul hétről hétre készülünk egymásnak mindenféle szivatós kérdésekkel a hírkvízben. Ez nagyjából abból áll, hogy a hét aktuális tudományos híreit, vagy valamilyen tudományos vonatkozásait feldolgozzuk, és megkérdezzük egymást egy kvíz formájában. Aztán egész évben gyűjtjük a pontokat. Jelenleg én vezetek, de csak ennyikével, úgyhogy hallgassátok az adást, és szurkoljatok nekem. Mondjuk szurkolhatok neki is, de akkor arról inkább csináljon ő egy videót. Szóval szurkoljatok nekem. Ha esetleg még nem ismernétek a Szertár Podcast-et, akkor a linkjét berakom majd a videó alá. A második az előadások, amiken dolgozom. Nem csak a hagyományos barkácsolós foglalkozásokról vagy kísérletbemutató előadásokról van szó, hanem nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban egy stand-upon, aminek szerencsére pont a múlt héten volt a premierje, vagy éppen a nyilvános főpróbája, és szerencsére nagyon jól sikerült. Egy előadásban persze nem csak az jelenti az egyetlen kihívást, hogy meg kell alkotni a koncepciót, gyakorolni kell, ha szükséges előkísérleteket kell végezni, hanem igen, menedzselni is kell a dolgokat. Tehát el kell érni azt, hogy valahogy eljusson hozzátok mondjuk rendezvényeken, iskolában vagy éppen fesztiválokon. És legyen belőle pénzem. És ez bizony, sajnos vagy hál' Istennek, elég sok munkát vesz igénybe. Viszont ez a stand-up már egész biztos, hogy ott lesz nyáron a művészetek völgyében, Jubjánában, Európa szerintem legcukibb Science Fesztiválján, és remélem még nagyon sok helyen. Úgyhogy fő siker. De most nézzük a harmadik projektet, ami szerintem a legizgalmasabb mindegyik közül. Ez pedig a szindikátor. A szindikátor egy ismeretterjesztő verseny, amelyben az év szindikátorát keressük, vagyis az év legjobb tudományos ismeretterjesztőjét. A koncepció lényege az volt, hogy fogtunk 12 lehet vagy fiatal kutatót, akik a saját szakterületükön nagyon otthon vannak. Majd pedig összehoztuk őket egymással, mert hogy abból mindig tök jó dolgok sülnek ki, hogyha a különböző tudományterületek képviselői találkoznak és elkezdenek közösen ötletelni. Másrészt rájuk keresztettünk néhány mentort, akik az elmúlt hónapokban dolgoztak velük, voltak köztük filmesek, kommunikációs szakemberek, és én is foglalkoztam velük. Igyekeztünk minél több segítséget adni nekik, és belülről nézve iszonyatosan sokat fejlődtek, de innentől kezdve elengedtük a kezüket. A megmérettetésük március 30-án lesz Budapesten az Állatkertben egy hatalmas show műsor keretében. Ha ráértek, gyertek el! Egyébként én leszek az egyik műsorvezető. A belépés ingyenes, de ehhez regisztrálnatok kell a videó alatt található linken. A műsor után pedig akár még egy rögtönzött közönség találkozót is tarthatunk. Remélem sokatokkal fogok majd tudni ott találkozni. Addig is, sziasztok!